Üdvözletünk! Az Assassin's Creed szériát az utóbbi években ugye többen is a Call of Duty és a FIFA epizódokhoz hasonlították, mármint ami az éves megjelenéseket és a valódi újdonságok számát illeti. 2014-ben azonban úgy tűnik, hogy igazi reformot üdvözölhetünk, a kissé összférprogram benyomását keltő Rogue mellett ugyanis érkezik a Unity, mely az ígéretek szerint nem csak látványban, de játékélményben is next-gen lesz. Évek óta pletykáltak már egy francia forradalom idején játszódó Assassin's Creedről, a Ubisoft pedig meghallgatta a rajongókat, idén ezt el is hozza, hogy mindenki belekóstolhasson, milyen is volt az orgyilkos élet a guillotine falánkévében. Hősünk egy bűntudatmardosta szívű férfi, Arno lesz, akit a bosszú, illetve a felszabadulás és megváltás reménye sodorja az orgyilkos rendhez. Érdekesség, hogy nevelő apja, illetve féltestvére azonban templomosok, előbbi halálának felgöngyölítése, utóbbihoz fűződő gyengéd szálai pikáns alaphangot adhatnak a Unity-nek. Ha a személyes motivációkat, a kor híres történelmi személyiségeit és a forradalom hátterében álló összeesküvéseket jól mossák össze a fejlesztők, úgy bizony egy nagyon jó történet elé nézünk, én már hosszú ideje nem voltam ilyen lelkes egy Assassin's Creed story kapcsán. A Ubisoft Montreal azt nyilatkozta, hogy a Unity fejlesztésekor a sorozatot teljesen az alapoktól írták át, ennek megfelelően rengeteg újdonsággal fogunk találkozni. Az egygombos ellentámadásokra épülő harcrendszer végre a múlté, azt taktikus küzdelmek váltják, melyek során az ellenfelek védelmének áttörése lesz a cél. Az ígéretek szerint a lopakodás is teljesen megújul, és végre komolyabb szerepet is kap. Ennek érdekében megjelent a fedezékrendszer, mely apró, de óriási lépés. Emellett a pályatervezés is sokkal színesebb lett, nem kényszerülünk többé bokrok közé vagy háztetőkre, az egyes helyszínek többféleképpen is megközelíthetőek lesznek, rengeteg épületbe be tudunk majd menni, illetve olyan tömeg fog hömpölyögni az utcákon, melyben könnyedén elvegyülhetünk. Ez mind jól hangzik, a videón demozott küldetés alapján pedig úgy néz ki, hogy ezek gyakorlatban is működni fognak. Apróság, de üdvözítő, hogy az animációkat is újra vették, így a hosszú évek óta gyakorlatilag semmit nem változó mozdulatsorok helyébe új, szebb és gördülékenyebb mutatványok lépnek. A grafikai fejlődés nem csak ezen oldala ígérkezik látványosnak, a Unity minden téren brutálisan jól néz ki, ennek megfelelően nem is bírják a konzolok Full HD-ben. Nem tettem még említést a négyfős kooperatív módról, az újraírt küldetéstípusokról, illetve az egyéb apróságokról, de valamit a tesztre is kell hagyni. Szomorú vagyok, hogy egyelőre nincs új generációs konzolom, mert a Unity időszerű, de igazi újdonságokkal kecsegtet, és úgy tűnik, hogy a második rész óta a legnagyobb forradalmat hozhatja el. Lehet, hogy az elmúlt percekben kicsit maga alá temetett a hype vonat, de bízom benne, hogy a Ubisoft az éves keserű tablettát a Watch Dogs-szal már letolta a torkunkon, és másodszorra már nem ülteti fel a világ. Szűk egy hónap, és kiderül. Ha megtetszett a játék, megvásárolnád és előrendelnéd, akkor azt tedd a Game TV-n keresztül a videó leírásában található linken, és ezzel is támogass csapatunkat, hogy 2015-ben is készíthessünk nektek videókat. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!